Folyamatosan érkeznek a segélyszállítmányok a vulkánkitörés és cunami sújtotta Tongára. Az első repülők tegnap érkeztek meg. Tartós élelmiszert, ivóvizet, sátrakat, ruhákat hoznak sok tongainak, ugyanis szinte mindene odaveszett a természeti katasztrófában. Közben Peruban is tovább küzdenek a szökőár okozta olajszennyezéssel. Az elnök vészhelyzetet hirdetett. Munkások és nehézgépek állnak Tonga fővárosa Nukalófa útjain. A cunamiban összedőlt házak romjait, a kidőlt fákat és a vulkáni hamut igyekeznek eltakarítani. Az ország kisebb szigetein még rosszabb a helyzet. A jelentések szerint sok helyen alig pár ház maradt csak épen. A szombati vulkánkitörés keltette cunami napokra elvágta Tongát a külvilágtól. A szigetország telefon és internet összeköttetését biztosító tengeralatti kábelek ugyanis megrongálódtak. Szerdán sikerült részlegesen visszaállítani a telefonos kapcsolatot, valamint egy ideiglenes műholdas kommunikációs rendszer segítségével korlátozott internetkapcsolatot is létre tudtak hozni. A teljes rendszer helyreállítás azonban még hetekig eltarthat. Nagyon elérzékenyültem, amikor a csapat kapcsolatba lépett velem, mert ez azt jelentette, hogy áttörést értünk el. Elkeseredetten próbáltunk visszaállítani valamilyen kapcsolatot, hiszen tudtuk, hogy sokan már 4 napja nem beszélhettek a szeretteikkel, mondta a tongai kábelszolgáltató vezérigazgatója. A Reuters hírügynökséghez eközben egy csodával határos megmenekülésről érkezett hír. Az egyik szigeten élő 57 éves férfi több mint 1 napot volt a tengerben, miután elsodorta az ár. A lábaim megsérültek, ezért vagy 8-szor alámerültem. A tenger folyton megpróbált lehúzni a mélybe. Arra gondoltam, ha még egyszer elmerülök, vége mindennek, mert csak a karjaimat tudom használni. Aztán sikerült megkapaszkodnom egy farönkben, és ez tartott életben, mesélte a férfi. Tonga nemzetközi repterét csütörtökre megtisztították a vulkáni hamutól, így az első ausztrál és új-zélandi segélyszállító repülőgépek le tudtak szállni. Hamarosan hadihajók is érkeznek, amelyek a lakosság evakuálásában is segítenek. Japánból is elindult egy teherszállító repülőgép, 5 tonna ivóvizet küldenek a katasztrófa sújtotta országnak. Aucklandben folyamatosan készítik össze a lakosság által felajánlott segélycsomagokat. Tartós élelmiszert és ruhákat gyűjtenek, hiszen a tongaiak közül sokan mindenüket elvesztették. Nagyon jó látni, hogy ilyen gyorsan a segítségünkre siettek. Ám ami még fontosabb, az a további, hosszú távú segítségnyújtás. Hosszú út áll előttünk, talán még 2 hónap múlva is szükségünk lesz a támogatásra, jelentette ki a tongai parlament elnöke. Tonga közelében szombaton tört ki egy víz alatti vulkán, 30 éve nem tapasztalt erősséggel. A kitörés következtében kialakult hatalmas erejű szökőár súlyos pusztítást végzett. A katasztrófának hivatalosan 3 halálos áldozata van Tongán. A cunami nem csak a szigetországban okozott károkat. Peruban napok óta küzdenek a tengerpart megtisztításán, miután egy olajszállító hajó rakománya a magas hullámok miatt a tengerbe ömlött. A hatóságok szerint mintegy 6000 hordónyi üzemanyag került a vízbe. Az elnök környezeti vészhelyzetet hirdetett, a helyieket pedig felszólították, hogy kerüljék el a szennyezett partokat.